Gyerekként nem gondolsz arra, hogy miért szereted a focit. A legfontosabb, hogy veled legyen a labda és élvezd a futballt. Sokszor még a labdával is együtt aludtam. A fejemben csak annyi volt, hogy szórakozzak, élvezzem a sportot és annyit focizzak, amennyit csak lehet. Ezért szereti annyira a labdarúgást Nemány Jántonov. Nem csoda, hogy az MTK nyáron érkezett szerb balbekje ezt a sportágat választotta, hiszen már gyerekként is a vérében volt a futball. A futball iránti szeretetem az édesapámtól ered. Ő is profi futballista volt, és szerintem olyan 6 évesen kezdtem el én is focizni. Amikor pedig még nem is fociztam, akkor is az egyetlen játékom egy labda volt. Ráadásul amikor csak lehetőségem volt, édesapámmal folyamatosan meccsekre jártam, és ezek után nagyon megszerettem a labdarúgást. Így tehát már nagyon fiatalon egyértelmű volt számomra, hogy el akarok kezdeni focizni. Nemány Jántonov számára megszokott az, hogy a bal oldalon szerepeljen, ám még ifjú futballistaként előrébb helyezkedett el a pályán. 15 éves koromban inkább a támadó szekciót erősítettem, akkor még baloldali szélsőt játszottam. Viszont mielőtt a felnőtt csapathoz csatlakoztam volna, akkor a bal hátvéd pozíciót javasolták nekem az edzők, ugyanis azt gondolták, hogy azon a poszton sokkal eredményesebb lehetek. Akkor még ezt nem gondoltam volna, de hamar rájöttem, hogy ez valóban egy jó döntés volt, és sokkal jobb lesz nekem, ha onnantól balbekként játszom. Viszont nem egyszerű ebben a pozícióban futballozni, mert a védekezésnél és a támadásnál is nagyon oda kell figyelni. Így balhátvédként játszani óriási kihívás, de egyben egy fontos feladat. Tüzetesen kell ismerni a csapat támadójátékát, a védekezésre pedig nagyon oda kell figyelni, és az egy az egy elleni szituációknál is jól kell dönteni. Emellett fontos keresztlabdákat is kell adni, valamint a beadásokat is jól kell ütemezni. Szerepköre így csapatunknál is kiemelkedően fontos. Alapvetően egy támadó, felfogású szélsővédőnek mondjuk, most jelen pillanatban szárnyvédőként játszik, egy olyan 50-50-es játékos, akire ugyanúgy támaszkodhatunk a védekezésben, mint támadásba. Az ő igazi ereje akkor mutatkozik meg, amikor a mi csapatunknál van a labda. Egyébként nincs könnyű dolga, hiszen ha most itt a mi játékunkat nézzük, akkor egy oldalforgatás után viszonylag egyedül van hagyva, éppen azért, hogy ott egy az egyeket teremtsünk az ő oldalán. Nagyon jó technikai kvalitása van, tehát a labda átvétel pillanatában, első érintések pillanatában már eldől a játék folytatása. A ligában a legjobbak között van a beadásban. Emellett pedig a mentalitása és a hozzáállása is példamutató vezetőedzőnk szerint. Magyar és szerb kupagyőztes, U20-as világbajnok Szerbiával, tehát egy olyan győztes típusú játékos, aki kell a csapatba. Nem egy komfortos közegbe érkezett hozzánk, vagy neki komfortos közegbe, neki ezt meg kellett szokni, hiszen a mi öltözőnyelvünk a magyar, egymás közötti játékosok magyarul beszélnek, még hogyha hozzá angolul tudunk kommunikálni, és egyébként egy nagyon jó vicces karakterről van szó, akinek könnyű egy csapatba beilleszkednie. Viszont neki több idő kellett egy picivel, mint azt gondoltunk, hogy alkalmazkodjon az egész csapathoz, hogy a legjobbját tudja nyújtani. De az igazi tudása, a maximális teljesítmény leadása, az leginkább most érkezik így november-decemberbe. Úgy érzem, hogy most közelít hozzá a legjobban. U20-as világbajnok labdarúgunk számára viszont nem csak a fociból áll az élet. Szabad idejét leginkább a családjával tölti, de ha teheti, akkor kimozdul egy kicsit. Eléggé csendes embernek tartom magam. Profi labdarúgóként élem az életem. Viszont az időm jelentős részét otthon töltöm a családommal. Ám amennyiben van egy kis szabad időm, akkor szeretek kint lenni a természetben. Magyarországon az egyik kedvenc helyem a Balaton és környéke. Számomra ez egy különleges hely, főleg nyáron. Amikor csak tehetem, akkor szinte mindig oda megyek. Amikor pedig otthon van, akkor sok időt tölt el a feleségével. Játékosunk ugyanis júniusban házasodott meg. Amikor otthon vagyunk, akkor szinte mindig nézünk valamit Netflixen. Sokszor valamilyen sorozatot vagy filmet nézünk. Ilyen időben most ez eléggé gyakori. Esténként azért ügyelünk arra, hogy az a bizonyos film vagy sorozat minőségi legyen. Általában a műfaj nem szokott számítani. Az igaz történeteket, a krimiket vagy éppen a thrillereket szeretjük, de nyitottak vagyunk több műfajt illetően.
viszont szerencsés embernek mondhatom magam, mert a feleségemmel együtt ugyanazt szeretjük. Ráadásul nem kell mindig egy romantikus filmet elindítani. Örülök, hogy ugyanazokért a műfajokért rajongunk.